Sziasztok gyerekek, én Faceking vagyok, és elérkeztünk egy újabb Hunger Games-es videóhoz, de úgy gondoltam, hogy ez lesz most az első rész, és hívjunk le is egy kitet, azért, mert nagyon régen volt Hunger Games, és úgy gondoltam, hogy legyen, mert már szerettem volna én is játszani, és mikor nem volt videó Hunger Games-ből, azóta játszottam, úgyhogy ez az, menjünk is. Yeah, remélem jó lesz az videó, legyen már jó. Ne, ezt akarom. Yeah, az nagyon jó. Az nem. Kilopják előlem. Tuhagy. Yeah. Oké. Okay. Oké, okay, ez nagyon jó. Nekem megfelelő. De akkor ugráljunk, ne erre jöjjünk. Inkább akkor gyertek, menjünk erre. És akkor szerintem... keresünk jó cuccokat azért. Jó, nem követ senki. Úgyhogy szerintem 11 játékos maradt már, úgyhogy az nagyon-nagyon jó. Ugye lesz majd ugye szilveszterkor az a live, az esti live. Akkor ebbe a videóba is elmondom, hogy este lesz. Éjszaka próbálok csinálni, este ilyen 10 órakor körülbelül. Úgyhogy lesz live, remélem jó lesz, tetszeni fog. Úgyhogy én is várom, remélem ti is várjátok. Meg előtte lesz egy kettő wasabi chipset meg fogok enni, és akkor úgy fogom megenni, úgyhogy remélem az is tetszeni fog. Úgyhogy na, hát egyemén jöttem le, nem tudom. Szerintem azért, mert azt hittem, hogy ott van láda, de mégse volt. Na nézzünk körül, itt is van egy láda, amivel van vasrúd. Yeah. Remélem még egy vasat találok, és akkor bírok kraftolni. Mi van? Just don't be stupid. Jó, hát azért bejövök. Ez is short. Jaj, short. Az életem. Ja, aranyalma. Ja. Na, jó, nem volt ott olyan jó sok bent, de azért azt tetszett. De nagyon el van dugva, úristenem. Mert meg nem találtam volna. Egyébként csak láttam, hogy arra ott még folytatódik tovább, és inkább ugye oda bementem. Na mindegy, 18 percen belül vége a játéknak, és keressünk szerintem embereket. És meg is találtunk a kettő játékost, de az a baj, hogy ez marha nehéz lesz megölni. És gondoltam, meg is halok. Hát nem volt esélyem egyáltalán, mert ketten támadtak rám, kettő vaskardos, és még szarcucaim is voltak, tehát jöjjünk erre a pályára, ami itt, ez milyen pálya? Ezt nagyon szeretem! Itt, ugye videón kívül játszottam, és megöltem három gyereket egymás után, úgyhogy látjátok, 370 érmény van, de még akkor se akarok el pazarolni egy vaskardot, mert látjátok, 200 coins, de azért nem akarom elpazarolni, úgyhogy az meg 150 coins, na mindegy. Úgyhogy már másodperc, 18 másodpercen belül vége a kezdődik a játék, bocsánat mindenkinek. Szerintem még holnap lesz, rakok fel egy Rocket League-ről videót, a második részt, remélem tetszeni fog, és én is már nagyon várom azt a videót. Jó, menjünk gyorsan oda be, szépen. Yeah. Jó kezdtünk azért, kicsit jó kezdtünk. Agyi vaskard! Jó. Oké, megvagyunk. Ez nekem tökéletes, nagyon jól kezdtünk, és remélem jól is fogjuk folytatni, mert azért félek. És mindjárt ide a halhatatlan. Jaj, hogy annak meg olyan kardja van, bocs, akkor hátba, tökéletes, megvan. Megszereztük azt a tisztelőtelenséges kardot, elbaszta nagyon elbaszta. Nem kellett volna hátba, mert tudhatta volna, hogy halhatatlanságnak ott lesz vége, és így járt. Mi meg szépen kihasználtuk ezt a gyönyörűséges helyzetet, és megszereztük. Jó, van egy mentőcsomag, mind azért nekünk is vigyáznunk kell, mert nehogy itt támadjanak meg. De azért ezt itt a mentőcsomagot leteszem, és megtudjuk, hogy mi lesz benne. És 20 XP volt benne, varázslat palacka, azt tudjátok mit jelent, vagyis XP potátó. Én így nevezem igazából, és ezt meg megjelent most. Menekülés. Gondoltam.
Hát szerintem nem lett volna esélyem ebbe se. Igazából is ez megkezdődik is már. Bakker már kezdődik. Nem ám. Jó, nem baj, nem baj. Kettő aranyalmával indítottunk, ami szerintem nagyon jó. Jó, hát ezt nem szeretem annyira, úgyhogy itt szerintem ne haragudjatok, ha elbaszom, de nem, itt nem szeretem annyira ezt. Nincs kardom, egyáltalán nincs, és tudom, hogy itt merre kell menni, mert már játszottam, és ott a kard! Ez az! Jó. Kettő, három, ugye. Kivettem át? Nem. Jó, ez az. Na, így kell játszani. Yeah, akkor arra szerintem el is indulhatunk, és kicsit menjünk egy kicsit, nagyon kicsit, arra felé, mert talán találunk valamilyen jó ládát, amiben lesznek jó cuccok. Már is 10 játékos maradt, nem értem, hogy mi, hogy ilyen szarok. Jó, hát én is azért kicsit kezdő vagyok még most, mert ugye én most ezen a PvP-n vagyok rajta, és azon belül is a Hunger Games-be, tehát Redstone-ra, vagyis most már ugye kicsit több pálya lett, ezért majd lehetséges, hogy a focistársammal Rákóczi Jánossal fogok felvenni vele videót, de még nem válaszolt, hogy megvan-e már a gépe. Ha megvan, akkor talán nem tudom, mikor játszok vele, akkor egész hamar fogok már vele játszani. És most le is tesszük a mentőcsomagot, amiben majd megtudjuk, hogy mi lesz benne. Egyébként meg megint 20 XP-t, ezt nem hiszem el, hogy nem ad rendes cuccot. Na, ez viszont már jó. Ez tetszik, ha ilyeneket ad. Na, ez így jó. Van egy gyémántunk, azaz, ha még egy kigyűlik, nem bírunk csinálni semmit, akkor az elúszott az a terv, de viszont szerintem én még, ha itt nagyon gyorsan kikapok, akkor viszont trollolol. Ez mi a szar? Nem bírom itt akkor. Jó, direkt így csinálják egyébként. Vannak ilyenek, akik direkt ezt csinálják. Na mindegy. Hány játékos már? 6 darab. 6 darab játékos van. Ebben jó, hogy nem volt. És szerintem még ezen kívül egyet lejátszom, ha minden igaz, de ha nagyon hamar győzök vagy kikapok, akkor lehet még 2 ezen kívül. Jó, itt nincs senki. Jó, hát itt még nincs senki, úgyhogy keresünk játékosokat. És meg is van itt az a játékosunk, és amit megkapunk, hogy... Nem. Hát ezt nem hiszem el. Ilyen nincsen. Na mindegy, összeszedem minden erőmet, és akkor ez lesz az utolsó játékunk. Ha nem jönnek olyan sokan, és pár pedig ez nagyon szar világ, úgyhogy kilépünk. Ez nem szeretem ezt a világot, ez nagyon szar. Alig van benne valami. Úgyhogy ebből kilépünk, és akkor a következő videóra minden eszmémet, minden erőmet össze fogom szedni, és meg fogom nyerni. Igazából... Ez egy csak egy kisebb, rövid rész volt, hogy majd fogok játszani megint Hunger Games-szel. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, akkor a lájkban majd be fogok köszönteni. Lehet holnap is lesz videó, mondtam a Rocket League második része. Úgyhogy remélem tetszett, én Fészking voltam, sziasztok!